iTalk Podcast. Sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat, én Kozma András vagyok, ez itt pedig az iTalk nevezetű podcast, a Jobbik Ifjúsági Tagozatnak a műsora. Jelen adásunkban Szilágyi Zsolt lesz velünk, aki Ferencváros 9. kerület egyéni önkormányzati képviselője, illetve dr. Beleznai Zsuzsanna, Terézváros alpolgármestere. Köszöntelek titeket! Mi is köszöntünk, legalábbis én, de szerintem Zsolt is köszöntünk titeket. Mi is köszöntem, és mindenkit, aki hallgat. Szerintem itt már a kedves hallgatók ki is találhatták, hogy a mai témánk az mi lesz. Az alapvetően az önkormányzatokról fogunk beszélgetni. Kicsit megnézzük, hogy a koalíciós önkormányzatok hogyan működnek, illetve hogy telt el ez az elmúlt 3 év a 2019-es helyhatósági választások óta, illetve megpróbálunk egy kicsit beletekinteni a jövőbe is. Akkor rögtön itt fel is tenném az első kérdést, hogy hát majdnem 3 év eltelt már a legutóbbi önkormányzati választás óta, és rengeteg önkormányzat annak ellenzéki vezetése lett. És hát sok példát láthattunk arra is, hogy vannak, amik az idő alatt elcsúsztak, például Göd-Eger helyzete, vagy tudnánk mást is mondani, de vannak olyanok is, amik tök jól működnek az elmúlt 3 évben, és szerintem jól is fognak működni a továbbiakban is. Én most itt titeket kérdeznélek arra, hogy a ti önkormányzatotokban, a ti kerületetekben hogyan működik ez a dolog? Akkor kezdeném én. Ugye én a Terézvárosi 6. kerületi önkormányzatról tudok beszélni, illetve mesélni. Én személy szerint egy nagyon picit később csatlakoztam, nagyjából egy 5-6 hónappal később csatlakoztam Terézváros életébe, viszont én egy nagyon-nagyon jó vezetéshez csatlakozhattam, és azt gondolom, hogy a terézvárosi példa az sok esetben, vagy terézvárosi minta az nagyon sok esetben példaként szerepelhet más önkormányzatok előtt, illetve nagyon büszke vagyok arra, hogy sokszor keresnek meg minket, akár például az én területem az a köztisztaság, kereskedelem, turizmus, és nagyon sokszor tényleg megkeresnek minket akár a köztisztasággal kapcsolatban, illetve számos más kérdésben. Mi megpróbálunk, tényleg egy fiatalos, lendületes csapat vagyunk, megpróbálunk tényleg nagyon összetetten, gyors reagálással vezetni a kerületet, és minél több problémára reagálni, illetve tényleg nagyon fontos, hogy ezt nem csak mondjuk, hogy az emberek közvetlenített. Nagyon sokszor van az, hogy tényleg mindannyian polgármester úr is nálunk, illetve az összes alpolgármestere, mi személyesen próbálunk meg az összes Facebook bejegyzésre, Facebook problémára reagálni. Természetesen nagyon sokszor van olyan, hogy egy-egy probléma például nem rögtön hozzánk jut el, hanem kikerül egy Facebook csoportba, akkor adott esetben arra is reagálunk, de az utcán is bármikor megkereshetnek minket. Azt gondolom, hogy a tények magukért beszélnek. Ugye Soproni Tamásnak a kampánya az rendet ígért, az nagyon sok zöldet ígért, és tényleg azt, hogy a köztereket minél jobban adjuk vissza az embereknek. Ebből a köztisztaság, az azt gondolom, hogy ez az soha nem 100%-os, de mindig megpróbálunk a lehető legtisztább kerületre, vagy hogy az, hogy a kerület legyen a lehető legtisztább. A rend, ott szintén nagyon jól állunk. A jelenleg Terézvárosban egy nem túlságosan jól működő kamerarendszer van, ezt nem sok helyen mondjuk el, mert hogy ez nem egy pozitívum, viszont azt tudom mondani, hogy jövő év elejére teljes mértékben rekonstruáljuk a kamerarendszert, ami azt gondolom, hogy számtalan helyen fog nekünk megtérülni, illetve a terézvárosiaknak, tehát akár a bűnüldözés tekintetében, akár ugye nagyon nagy problémája például Terézvárosnak a kutyakaka, kutyapiszok problémája, hogy nem szedik fel az emberek, hiszen kerületünk hiába a legkisebb, nagyon-nagyon központi kerület, nagyon nagy az átmenő forgalom, és rengeteg a kutyus, aminek egyrésztről nagyon örülünk, másrésztről viszont sajnos vannak olyan kutyatartók, akik nem szedik fel a kutyapiszkot, na ez a kamerarendszer erre is hatással lesz. Rengeteg teret újítottunk fel és adtunk át, éppen nemrégiben például a Jókai teret, az lett az irodalom tere,
és például azt is így visszaadhattuk az ott lakóknak. Azt gondolom, hogy a zöld tekintetében van egy zöld alpolgármester társam, Temesvári Szilvia személyében, aki a csapatával tökéletesen ténykedik. Nemrégiben adtak át egy olyan falat, ami tényleg, hogyha ránézünk, akkor egy sivár fal volt, na most az is kivirágzott, tehát rengeteg zöld programunk van. Úgyhogy még nagyon sorolhatnám, de azt gondolom, hogy át kell adnom a szót Zsoltinak. Köszönöm szépen. Hát nálunk nem működik ilyen jól, mert nálunk van a városvezetés, aki ugye a polgármester asszonyból áll, és a két alpolgármesterből, és mellette ugye van az öt párt, aki együtt tud dolgozni rendesen, és ugye van egy ellenzékünk. Szóval Baranyi Krisztina mindent megígért, ugye mellé álltak a pártok a választások után, majd utána ő kijelentette, hogy Ferencvárosban ő nem része egyik pártnak se, és ezt így mutatja is, mert bármilyen ötlettel jövünk elő, akkor ha nem tud elé feküdni és megakadályozni azokat a terveket, akkor valahogy, ha már szerződésig jut, akkor a szerződés nem írja alá valami kifogással. Szóval Baranyi Krisztina nem nyitott a pártok felé. Ő neki az lenne a normális, hogy ha amit ő kitalál, akkor az összes párt rábólintana, és az úgy történne, ahogy van. Igazából az önkormányzatoknál úgy kellene működni, hogy a nagypolitikával egyáltalán nem foglalkozni. Baranyi Krisztina folyamatosan a nagypolitikával foglalkozik, ugye nézhetjük a Fudant, akkor ugye ezek fontos dolgok, csak nem önkormányzati szinten. Ugye az otthoni családban elkövetett bántalmazásokkal, a stadionnal, az ukrán koncerttel, amit a kormány lemondott, de maga a helyi ügyekkel kellene foglalkozni. Ugye azért van az önkormányzat, hogy nem a színeket kellene nézni egy önkormányzatba, hanem mindenkinek befogadni az ötleteit, és azon alapján, hogyha jók az ötletek, akkor együtt megoldani, hogy a lakosságnak jó legyen, hogy tökéletes legyen, elégedettek legyenek. Ugye ő is ígérte azt, hogy tisztaság lesz, a rehabilitációt folytatjuk, zöld parkolók, hát zöld parkolók azok nem lettek. A takarítás így a 2,5 év alatt, nagy takarítás az körülbelül kétszer történt meg. Ugye a Feszofének a dolgozói azok folyamatosan dolgoznak, de sokszor előfordul, ugye már fotót készítenek arról, hogy eltakarítják mondjuk a Tűzoltó utcába a szemetet. Ferencvárosban elég nagy probléma az illegális szemét lerakása is. Eltakarítják a szemetet, még elvonulnak, mit tudom én, egy kilométerre arrébb, addigra már megint lehelyezték, és akkor ugye a lakosságtól jön a bejelentés, jogosan, hogy ott a szemét, pedig ugye fénykép van arról, hogy eltakarították. Szerintem ezt Terézvárosból, én figyelem Berezai Zsuzsának a munkáját, hogy át lehetne venni, hogy minden hétvégén legyenek takarítások, és a takarítógép az folyamatosan járjon belső Ferencvárosba is, középső Ferencvárosba is, és külső Ferencvárosba is. Meg ugye nem csak az önkormányzatnak van kötelessége, hanem be lehetne tartatni azt is, ugye régen ez nagyon jól működött, amikor még volt minden háznak egy gondnoka, hogy törvény szerint ugye a ház előtti járdát, azt magának a háznak kellene takarítani. Ez egy fővárosi rendelet. Ez egy fővárosi rendeletben van benne, igen. Hogy ezt is be kellene tartatni, amellett, hogy ugye folyamatosan kellene az önkormányzatnak takarítani, és a takarítógépeket látni. Most az, hogy egy évben egyszer nagy takarítást csinálnak, az semmit nem ér, mert másnap már megint ott van a kutyáknak a vizelete. Ugye nálunk is nagy probléma, hogy sokan a kutyát tartják, de viszont az utána lévő terméket nem szedik össze. Ezt mind meg kellene oldani. Nálunk a kamerarendszer az elég jól működik. Működhetne jobban is. Most már Baranyi Krisztina is belátja, hogy a biztonság az nagyon fontos Ferencvárosban. Amióta Ámán András lett a rendőrfőkapitány, azóta az utolsó helyeken kullogtunk, azóta most jelen pillanatban Budapesten az első helyen áll Ferencváros, mint a bűncselekmény felderítésekben és a visszaszorításában is. Ez nagy részben köszönhető annak is,
hogy elég jól ki van építve a kamerarendszerünk, vannak arcfelismerő szoftverek is rajta, és ezáltal ugye a helyi rendőrök, akik ott laknak a kerületben, mondjuk szolgálati lakásban is ismerik azokat a személyeket, akik kétes személyek lennének, azokat könnyen fel tudják ismerni a kameráról, meg hát ugye ez az arcfelismerő kamerarendszer a rendszerből ugye ki tudja keresni azokat a személyeket, akik már voltak büntetve előtte, vagy személyigazolvány alapján megtalálja az elkövetőket. Ez nálunk nagyon jól működik, szeretnénk ezt továbbra is bővíteni. Ugye én vagyok a közbiztonsági tanácsnak is, ezért én kapcsolatban vagyok mind a közterületfelügyelettel, mind a rendőrséggel. Viszont tavaly ugye szerettük volna ezt is fejleszteni, mi lettünk volna egész Magyarországon az elsők, akiknek a lépcsőházakban is olyan kamera lett volna, ami arcfelismerő, és folyamatosan, akik nézik a kamerát bent az irodába, folyamatosan látnák az élő képet. Ez úgy van beállítva, hogy ha egy lépcsőházban valami olyan esemény történik, amire be van állítva, például verekedésre, dulakodásra, valaki sokszor mászkál oda-vissza, vagy lődörög, és akkor nézi, hogy hol lehetne lakást éppen feltörni, akkor azt a kamera feldobja magát a képet a megfigyelőknek. Ez felhős alapú, körülbelül olyan biztonsági rendszerek vannak, mint egy banknál. Na most ugye ezt a közterületfelügyelet érte erre egy előterjesztést, én voltam a benyújtója, ez polgármester asszonynak nagyon nem tetszett, pedig a letöltéshez képest havonta ilyen 900 ezer forinttal lenne drágább körülbelül ez a rendszer. Igen, pont egy olyan kérdésem lett volna ezzel kapcsolatban, hogyha esetleg kérdezhetek helyetted, hogy ennek a költsége kit terhelne? Tehát ugye ennek van egy egyszeri kiépítési költsége, illetve gondolom van egy havi fenntartási költsége, hogy az kit terhelne, a házat vagy az önkormányzatot? Nem, ez az önkormányzatot terhelné, ez az egész. Az ugye, a kiépítés is, aha, meg a fenntartása is. És a letöltős meg a felhős rendszer között az a különbség, hogyha a letöltős rendszer fönt van, az veszi fel a történéseket a lépcsőházba, de ha valaki nem észleli, vagy nem szeretne bemenni a rendőrségre feljelentést tenni, mert húzavon a munkából hiányoznia kell, stb., akkor nem teszi meg. Viszont a felhős rendszer az automatikusan hivatalból el kell járni, mert ugye a kamerát rendőrök nézik amúgy is. Sokkal jobb és egyszerűbb lenne a dolog. Még mellette a letöltősre, mire kimegy a felügyelet, mire letöltik, idő megy el, napok mennek el, mire valaki észreveszi. Viszont a felhős rendszernél meg rögtön azonnal tudnak cselekedni, és aki nézi a kamerát, rögtön tudja, hogy közterületfelügyeletet kell hívni, vagy a rendőrséget kell értesíteni. Például amikor nálunk volt az rendszer egy hét próbaidőre, akkor egy ember életet mentett meg, mert összeesett egy személy a lépcsőházba, és hogyha nem értesítik a mentőket, akkor már nem élte volna túl. Ez nagyon jó dolog volt, és fél órán belül egy drogdílert elkaptak ez alapján. Mivel ugye a személy, aki meghalt volna, az túladagolta magát, és összeesett a lépcsőházba, és akkor ezt látta a kamera, és tudta értesíteni a mentőket. És a rendőrkapitánynak is ez lenne a kérése, hogy legyenek ilyen kamerák a lépcsőházba, mert tudnák a munkájukat segíteni, mert sokszor az a probléma, hogy valaki pont a lépcsőházba tűnik el, akit üldöznek a térfigyelő kamerákon keresztül. Főszerkesztő úrnak a kérdés lehetőségét megadom, mert úgy mondom, hogy visszaadom. Mert csak látom, Zsuzsi, hogy téged annyi, nagyon érdekel ez, igen, a téma. Hogy annyi kérdésem lenne, hogy például ez is ugye a koalícióval függ össze, hogy itt van akkor ezek szerint egy jó javaslat. Gondolom ezt meg is indokoltad szakmailag is, illetve politikailag is, hogy miért lenne rá szükség, hiszen ezzel ugye a Ferencvárosban lakó embereknek a közbiztonsággal kapcsolatos érzete az biztos, hogy javulna, illetve ezáltal ugye az egész közbiztonságja volna. És egy olyan kérdésem lenne, mint koalíció, hogy például ilyenkor te ezt benyújtod. Mivel seperi le Baranyi Krisztina ezt a javaslatot például az asztalról? Elmondom, Ferencvárosnak körülbelül 22 milliárd a költségvetése. Ez a kamerarendszer mondjuk lenne olyan maximum 16 millió egy évben, ami ugye elenyésző összeg. Számunkra sok pénz, egy önkormányzatnak nem sok pénz. A testület ezt elfogadta, örült neki, egyöntetően mindenki megszavazta, a Fidesz is megszavazta, mindenki megszavazta. Eljutott odáig ez a dolog, hogy most nem nevezem meg a céget, hogy a céggel
asztalra került egy szerződés, amit a cég aláírt, és Baranyi Krisztina abban az indokkal nem írt alá, és azért nem íródott alá a szerződés, mert a határozat nem tartalmazta azt, amit Baranyi Krisztina utána utólagosan felhozott a cégnek, hogy mi van akkor, ha az önkormányzatnak nem lesz erre pénze, és szeretne visszaállni a letöltős rendszerre, és akkor lenne-e olyan szolgálat, aki ugye kimegy letölteni az anyagot ennek a cégnek. És akkor azt mondta a cég, hogy ők csak a felhős alapra szerződnek, és ezáltal nem íródott alá a szerződés. Amikor a határozat úgy lett hozva, hogy felhős rendszerre, nem letöltősre, csak simán felhős rendszerre, és Baranyi Krisztina önkényesen fogta, és belerakott egy ilyen passzust, és ezért nem írták alá a szerződést. Na most azóta már nem ez az egy cég van, hanem több cég is van Magyarországon, és én úgy tudom, hogy vannak olyan kerületek, akik ezt igénybe is fogják venni, mi a mai napig nem, mert én folyamatosan ezt visszahozom rendszeresen, és mindig jönnek valamivel, hogy most GDPR papírt hozzak be, most akkor annak néznek utána, hogy a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő épületbe kell-e a lakókat megkérdezni, vagy nem kell megkérdezni a lakókat. Te, mint jogász, gondolom tisztában vagy vele, hogy nem kötelezettek megkérdezni a lakókat ilyenkor, amikor egy térfigyelő kamerát beraknak a közös helyekre. Ezek nem megfigyelik az embereket, nem a lakásokat figyelik meg, hanem a postaládánál van, ugye belülről nézi az ajtót, hogy kijön be rajta, és a lift előtti részt, mert ugye általában ott szokták leütni a lakókat, vagy kirabolni. Megnézni pedig csak az erre feljogosított szerv, illetve igen, személyek nézhetik. Igen, aminek megvan a GDPR szabályzata, és minden papír megvan igen, hozzá. Igen. Zsolti, hadd dolgozni egy kicsit hozzád vissza még egyszer a labdát, bocsáss meg Zsuzsi, csak ugye nálad fennáll az az eset, hogy te 19 előtt is önkormányzati képviselő voltál a Ferencvárosban, ugye akkor még fideszes vezetéssel. Össze tudnád esetleg hasonlítani a 19 előtt és utáni önkormányzatiságot? Mert ugye te észlelted mind a kettőt, és benne voltál mindkettőben. Igen. Na most az előző érában, ugye sokkal mondhatnám azt, hogy másabb volt, mert igazából egyedül voltam. Ugye ott volt mellettem Jancsó Andrea, mind a ketten akkor kerültünk be, azért mi segítettük egymást, akkor még egy másik pártnak a képviselője volt. Volt olyan előterjesztésem, amit benyújtottam, és elfogadott a Fidesz. Meg is lepődtem, ugye, hogy ellenzéki képviselőnek elfogadják. Ez az elején ment, utána már nem működött, de mindig, amit beadtam előterjesztést, az mindig napirendre került, és meg lett tárgyalva, vagy levették napirendről, de soha nem volt olyan, hogy amit én beadtam, az ne került volna a testület elé. Ugye én mindig annak a hívő vagyok, hogy egy képviselő, ha benyújt valamit, annak mindenképpen a testület elé kell kerülnie, és majd a testület eldönti, hogy tárgyaljunk-e róla. Na most Baranyi Krisztina alatt ez sokszor úgy történt, hogy valaki beadott egy előterjesztést, és ha neki nem tetszett, akkor még a testület elé se került. Ő maga eldöntötte, hogy ez nem jó dolog, amit ő nem tehetne meg. Tehát nem az volt, hogy felvette napirendre és levette? Nem is vette föl napirendre. Sokszor napirend előtt kellett felvetetnünk, például itt ezt a kamerarendszeres dolgot is, amiről előbb beszéltünk, ezt is úgy kellett felvetetni, meg más pártoknak is fel kellett vetetni, és ugye a testület megszavazta, hogy vegyük föl napirendre, mert hogy ő nem vette föl, mert ő egyénileg eldönti, hogy neki mi a fontos, vagy mi nem. Igazából úgy érezzük, hogy az van Ferencvárosban beállítva, hogy ő mindent csinál, mert ő ilyen látszat intézkedéseket csinál, és próbálja azt elhitetni az emberekkel, hogy viszont a többi képviselő az csak van, és nem csinálnak semmit. Ettől függetlenül ugye engem például más körzeteknek a lakói is fölhívnak, hogyha vannak bizonyos problémák, mert az a hír járja, hogy ugye engem még ünnepnapokon is lehet hívni. Szóval én mindig azt mondom, hogy én a körülményekhez képest mindig megpróbálok segíteni mindenkinek, kereteken belül, amennyire tudok. Én elindítom, megpróbálom, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Például van a körzetemben a Molnár Ferenc általános iskola. 2 éve nem működik az uszoda, mert az ANTS bezáratta, azért, mert hogy elkorhattak az ajtók és a szekrények bepenészettek, közben még van más műszaki hiba is. 2 évig, pedig már 2 éve Baranyi Krisztina a polgármester, nem történt semmi. Beszéltem az igazgatóval,
elindítottam, ugye elmentem a városüzemeltetéshez, megkérdeztem, mit tudunk csinálni, azt mondták, hogy ők felmérjék, hogy mekkora kár van, mert ugye a szülők már nagyon szeretnék, mert 2 éve az úszás az hiányzik az iskolába, sőt 22 darab iskola járt oda úszni. A városüzemeltetés azt mondta, hogy ha a polgármestertől kapok engedélyt, akkor ők elkezdik felmérni, hogy mekkorák a károk, beszélnek a klikkel, elindítják az ügyet. A polgármester azt mondta, nem volt, a polgármester úrral, Reiner Rolanddal beszéltem, Reiner Roland megadta az engedélyt rá, elindult az ügy, elég jól haladt, örültek neki a klikbe is, hogy a műszaki sok ugye megtárgyalják, hogy mennyit vállal az önkormányzat, mennyit vállal belőle a tankerület. Majd a választásoknál ez az ügy egy kicsit megállt. Aztán ugye megkérték Jánbor András is, hogy a parlamentbe szólaljon fel ebbe az ügybe. Igazából érdemi választ nem kapott rá. Majd kijelentett Baranyi Krisztina, hogy hát ő a kezébe vette, és ő tárgyalt, és minden rendben van. Lassan kezdődik az iskola, és az utodában még semmi nem történt. A következő kérdésem az lenne hozzátok, hogy igazából kicsit több mint 2 év van hátra a következő helyhatósági választásig, és hogy gondoljátok, hogy mit kéne igazából ahhoz tenni még, vagy hogy mit tudunk még kezdeni azzal, hogy 24-ben újra megtartsuk ezeket az ellenzéki helyeket az önkormányzatoknál, sőt, ha úgy alakul, akár ezt még bővítsük is ezeknek a számát, hiszen most idén egy elég komoly országgyűlési vereséget szenvedett az ellenzék, újra 2/3 tört a Fidesz, és sokan mondják azt, hogy 2 év múlva ennek hatása is lesz az önkormányzatokra, és sok ellenzéki hely el fog veszni, amit 19-ben megnyertünk. Ti hogy látjátok, hogy esetleg tudunk még valamit tenni ebben az elkövetkezendő 2 évben helyi szinten az önkormányzatok szintjén, hogy ezt megtartsuk, vagy ne adj Isten, még akár gyarapítsuk is, vagy mi a feladata az elkövetkezendő 2 évre? Én azt gondolom, én inkább megfordítanám az egészet. Ugye te azt mondtad, hogy az országgyűlési választás hatással lehet az önkormányzati választásokra. Én ezt éppen fordítva gondolom. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon az országos politikának nincs nagy súlya. Azért nincs nagy súlya, mert hogy az emberek már nem hisznek a politikának. És ugye Zsolt is mondta mellettem, hogy az önkormányzatokban, és ezzel én teljes mértékben egyetértek, hogy az önkormányzatokba politikát bevinni nem lehet. És azok a koalíciók, illetve azok a városvezetések tudnak jól működni, ahol a pártpolitika egyébként meg sem jelenik. Ugye, ha egy önkormányzati vezetés jól működik, akkor azt az országgyűlési választás nem tudja befolyásolni. Azért nem tudja befolyásolni, mert egy dolgot kell figyelni, az pedig az embereknek az érdekei. Hogyha valaki kicsiben, tehát a maga kerületében, maga városában tud figyelni az ott élőknek az igényeire, és azt ki tudja elégíteni, akkor az egy sikeres helyi politika lesz. Akkor azt az országos politika nem fogja tudni meginoktatni. Tehát szerintem egyet kell figyelni, hogy mi a választói érdek, mi az ott lakóknak az érdeke, ott kell lenni az emberek körül, figyelni kell őket. Belül, tehát ez mind az a politizálás, amit kifelé csinál az ember, tehát olyan intézkedéseket hozni. Belül pedig arra kell nagyon-nagyon figyelni, hogy tényleg az ember megfelelő bölcsességgel, megfelelő alázattal és megfelelő odafigyeléssel a másik iránt dolgozzon. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos, mert úgy látom, hogy nagyon-nagyon sok koalíció, aminek egyébként elképesztően kellene örülni, hogy ez így létrejött, ott csúszik el, hogy nincs meg a megfelelő párbeszéd az emberek között. Tehát nem kérik ki egymás véleményét, nem ülnek le. Tudom, hogy nagyon-nagyon sok időnek tűnhet az, hogy például az ember leül akár egy heti, vagy akár napi egyeztetésre a másikkal csak 5-10 percre, de úgy gondolom, hogy ezek az 5-10 percek azok, amik hosszú távon megelőznék azt, hogy például odáig fajuljanak a különböző koalíciók, mint itt Ferencvárosban, mert egyébként pedig azt gondolom, hogy mindenkinek egy lenne az érdeke, az összes városvezetésnek, az, hogy a kerületet, az, hogy a várost minél jobban felhúzzák, és a helyi igényeket pedig minél jobban kielégítsék. Zsolt? Igen, egyet tudok érteni, hogy
a magánambíciókat, azokat félre kell rakni, meg a karriert, és ki kell szolgálnunk azokat az embereket, akik ott élnek a kerületben. Meg kell őket hallgatni, és nem elég meghallgatni, hanem foglalkozni kell a problémáikkal. Például veszem azt, hogy ugye ma a 21. században hogy fordulhat még az elő, hogy Ferencvárosban vannak olyan lakások, ahol a folyosóra járnak ki mosdóba, mert nincs megoldva. Ugye ez is nagy ígéret volt, hogy a lakások majd összkomfortosítva lesz, vagy azok a lakások, amelyiket nem lehet, vagy így élnek az emberek, akkor azokat beköltöztetnek olyan lakásokba, amik már fel vannak újítva, és meg lehet teremteni az embereknek azokat a körülményeket, amiben normálisan lehet élni. De ez másra is kiterjed. Ott van ugye a közbiztonság, az nálunk viszonylag elég jó, de viszont a köztisztaság az nem a legjobb, hanem az illegális szemét, az óriási probléma, ha bár már abban is előreléptünk ugye a kamerarendszer miatt. Amit megígérünk, vagy megígér valaki az önkormányzatnál, arra kellene törekedni, hogy egységesen megoldjuk a problémát, és ne a széthúzás legyen, hogy valaki az saját érdekeit nézi, hanem egységesen kellene megoldani, hogy lássák az emberek azt, hogy igenis ezek a képviselők, vagy az önkormányzat törekszik arra, hogy legyen itt egy változás, és nekik sokkal jobb legyen. Lehet, hogy nem lehet 100%-osan megoldani, de ha valami már elindul, például a nyilvános vécék, nagyon fontos lenne, hogy nyilvános vécéket a játszóterekre, egy nyáron, a nyáron a játszóteren legalább kint van 70-80 gyerek plusz a szülők. Nem tudja pelenkázni vinni, nem tudja, aki már nem pelenkás, azt nem tudja vécére vinni, mert most bevigye egy kocsmába, ami körülbelül, mit tudom én, 500 méterre van, vagy hova tudja elvinni a gyereket, hogyha ő például 2 kilométerre lakik, amikor az a gyerek nem biztos, hogy vissza tudja addig tartani. Minden játszótérre, ami ugye 6. kerületben, ez elég szépen büszkén gyarapszik, meg kellene valósítani. Mert ez az embereknek az előrelépéséhez, hogy jobban érzik magukat, fontos lenne. Igen, abszolút ugye mondta Zsolt a nyilvános élelmhelyeknek ugye a problémáját. Nem egyszerű egyébként, én magam sem gondoltam, hogy ennyire sziszi-fuszi munka egy nyilvános illemhelyet újra nyitni. Nagyon-nagyon sok elemből áll, nyilván ott a tisztaságot meg kell őrizni, az üzemeltetést meg kell oldani. Én nagyon büszke vagyok rá, hogy nálunk ezt sikerült megoldani, és tényleg azon gondolkozunk folyamatosan, hogy hogyan tudjuk bővíteni. Ugye a Lövölde térre kihelyeztünk már hogy ott volt is nyilvános illemhely, egy műemlék, amit újra nyitottunk. Ez szintén játszótér közelében van, ez azért is nagyon fontos volt, illetve Jókai téren is nyílt egy új, és még visszatérve arra a problémára, amit mondtál, Zsolti, azt gondolom, hogy sok esetben nincs elég információ elmondva a városvezetéstől. Ugye egy az, hogy mi az, hogy városvezetés? Tehát kiket tartalmaz a városvezetés? Szerintem a városvezetés, a polgármester és a két alpolgármestere. Ez fontos szerintem mindig rögzíteni, hogy kikből áll a városvezetés. És azért érdemes szerintem ezt minél szélesebb körre nyitni, mert annál jobban áramlik az információ. Tehát pont mondtad ugye azokat a lakásokat, ahol nincs bent a 21. században mosdó, felháborító, hogy ma Budapesten ilyen van. De azt kell, hogy mondjam, hogy képzel, hogy nálunk is van. Van olyan önkormányzati lakás sajnos, ahol nincs bent mosdó, hanem a folyosón van. Ez viszont azt gondolom, hogy nem az önkormányzatnak a szégyene, hanem ez én szerintem a Magyarország kormányának a szégyene, hogy nem ad Budapestre annyi pénzt, vagy olyan pénzt, ami a társasházak felújítását szolgálná. Még egy dolog, hogy például a lakásszövetkezeteket nem kellett volna, hogy a lakásszövetkezetektől ugye a támogatást megvonják, hiszen sok esetben azokból a pénzekből tudták felújítani ezeket a Budapest belvárosában lévő társasházakat, tehát például ha leülnétek és beszélnétek, azt gondolom, és ezt a problémát is felvetnéd, akkor lehet, hogyha adott esetben egy polgármester elmagyarázná azt, hogy vagy elmondaná, megosztaná veled az információt, hogy nem biztos, hogy most például annyi pénzt kap támogatásként Ferencváros, mert csak annak a felét kapta, akkor lehet, hogy te is jobban megértenéd. Nyilván nem tudom ott a számokat, hogy hogyan vannak, de azt látom, hogy sokszor tényleg azért csúsznak félre az együttműködések, mert hogy nincs meg a kellő információcsere.
Hát nincs meg a kommunikáció nálunk, ugye szólnak az irodistának, hogy szóljon az irodavezetőnek, hogy hívjon fel engem és kérdezze meg, ahelyett, hogy fölvenni a telefont és fölhívna. Szóval ez nálunk így megy, de igazából nem is számít, hogy mi mit szeretnénk. Ahogy elmondtam, hogy ő azt szeretné, hogy mindenki rából nincsen arra, amit ő szeretné, és akkor a saját érdekek szerint menne. Zsuzsi megkért engem itt az adás elején, hogy tegyek fel provokatív kérdéseket, úgyhogy készültem is igazából egyel. Nem is olyan rége volt rá példa, hogy a szivárványos zászlót kihelyezték az önkormányzat épületére. Ez mind a két önkormányzat esetében megtörtént, ha jól emlékszem, ez Ferencváros és Terézváros esetében is megtörtént. Mind a kettőnél voltak különböző reakciók. Például Ferencvárosban egyébként nem csak a zászló esetében volt így, hanem ugye ott történt meg az is, hogy ott volt egy Black Lives Matter-ös szobor, egy köztéri installáció is kitéve, és azt is például megrongálták. Itt jönnek igazából ki igazán ezeknek a koalíciós önkormányzatoknak az árnyoldalai, hogy ez például nem minden párt tudta sok esetben támogatni, vagy van, akinek nem tetszett, de mégis került, van, ahol megakadályozták, stb. Tehát, hogy elég sok problémát, konfliktust okozott például ez is, ez a LMBTQ zászlónak a kihelyezése önkormányzatoknál. Nálatok hogy volt kezelve ez a helyzet? Igen, akkor látom, hogy sikerült tényleg feltenned olyan kérdést, ami provokatív, de ugyanakkor azt tudom erre mondani, hogy ez egy koalíció. Itt azért el kell fogadni azt, hogy több értékrendet, több és más értékrendet valló emberek közösségéről van szó. Tehát nálunk az elfogadás az nagyon-nagyon erős. Viszont velem szemben is nagyon-nagyon erős a többieknek az elfogadása, és én ezért nagyon hálás vagyok, hiszen azt tudom mondani, hogy a jobboldali, konzervatív irányvonal egyébként itt is megjelenik, vagy Terézvárosban is megjelenik, és lehet, hogy én vagyok az, aki elindítom, de a többiek pedig elfogadják ezt. Hogyha konkrét példát kell mondanom, akkor például amikor javasoltam azt, hogy az önkormányzat épületébe, ugye láttam, hogy rengeteg család jön kisgyermekkel ügyet intézni, akkor én az első indítványaim egyike volt az, hogy az önkormányzat épületébe például egy baba-mama szobát hozzunk létre, és azt gondolom, hogy az egyik legszebb ilyen pihenősarok és baba-mama szoba jöhetett létre, amit a mai napig nagyon-nagyon sokan használnak. Emellé egy felújított gyereksarkot is tettünk, illetve nemrégiben pont a Bencz úr kertbe, ott ez szintén egy nagy játszótér, külön kialakítottunk egy baba-mama szobát, ahol pelenkázni lehet, szoptatni lehet a gyermekeket. Ez apukák, anyukák részére szintúgy rendelkezésükre áll. Ez korábban nem így volt, tehát korábban ott a WC-ben tudták például pelenkázni a gyermeket. Azt gondolom, hogy egy az, hogy méltatlan körülmények között, kettő pedig, hogy sok esetben ez jelentette azt, hogy volt olyan, aki nem megfelelő helyre dobta a pelenkát, emiatt eldugult a WC akár hónapokra, egyel kevesebb nyilvános illemhelyünk lett, és azt gondolom, hogy ezzel egy, például ezzel a Bencz úr kerti pelenkázóval is így, hogy ugye külön helyeztük, kettő legyet csaptunk le, hiszen lett egy baba-mama szoba is, illetve a nyilvános illemhelyünk is folyamatosan jó, tehát azt tudom mondani erre, hogy elfogadás, és tényleg azt az általunk képviselt irányvonalat pedig minél jobban be kell vinni, el kell fogadtatni, és ha te nyitottsággal vagy a másik felé, akkor ő is így lesz irántad. Zsolt, szeretnél válaszolni erre a kérdésre? Nálunk igazából nem volt kérdéses ez a dolog, mert polgármester azt, hogy kihelyezte, és senkit nem kérdezett meg róla, hogy neki mi a véleménye az egészre. Nagyon jó, hogy ilyen babama, a hatodik keletben babama szobát hoznak létre, a mi önkormányzatunk az állatbarát, és állatokat mindenfélét be lehet vinni, mert nem csak kutya, hanem úgy van kiírva, hogy állatbarát önkormányzat, de nálunk nincsen babama szoba, hogyha valaki gyerekkel érkezik, akkor neki továbbra is a WC-be kell a gyermekét ugye tisztába tenni.
Következő kérdésem, következő témának pedig azt gondoltam, hogy beszéltek egy kicsit arról, hogy melyik előterjesztésetekre vagytok úgymond a legbüszkébbek? Tehát, hogy hogy érzitek, tudtatok esetleg olyan sikert elérni, ami a ti kezdeményezésetek volt, amire úgy gondoltok, hogy erre nagyon szükség volt, ez régóta hiányzott, vagy csak egyszerűen tényleg a legbüszkébbek vagytok ti arra az előterjesztésre, hogy na ez megtörtént, ez sikeres volt. Hogyha ilyet kérdezel, akkor én nem mint előterjesztést mondanék először, hanem magára a köztisztaságra, a Terézvárosba büszke vagyok, holott tudom, hogy tényleg nem tudunk olyat csinálni, hogy 100%-os, de mindig arra törekszünk tényleg, hogy egyre jobbak legyünk, és azért nagyon nagy teher szakad sok esetben a nyakunkba azáltal, hogy sajnos a fővárostól is elég sok forrást von el a kormány, és ezáltal pedig nem tudja például az FKF, ugye a fővárosnak a köztisztasági cége, az Andrássy utat, ami például egy fő út, vagy az egyik legfőbb sugárútunk, azt például nem tudja megfelelően takarítani, azt is sok esetben van, hogy például mi megyünk rá. Tehát ezek nekünk mind-mind többletfeladatok, és ez bizony napi szintű mikromanagementi munkát igényel a részünkről. Hogyha előterjesztést kérdezel, akkor pedig a kamera fejlesztés az a legnagyobb büszkeségem, mert hogy nagyon-nagyon csekély, nem is szeretném kimondani annak a számát, amivel működik, illetve működött Terézváros, nagyon egy számjairől van szó, és azt fel fogjuk tényleg tudni úgy fejleszteni, hogy több mint 100, hogyha pontos számot kell mondanom, ha jól emlékszem, 143 kamera lesz. Az azért nem mindegy, hogy egy egyszámjegyről beszélünk, vagy egy három számjegyű kombinációról beszélünk. Tehát én, amire a legbüszkébb vagyok, az ez, de ez sem, én nem mondom azt, hogy ez csak az én érdemem, hiszen ezt a képviselőtestületnek meg kellett, hogy szavazza. Tehát ez a Terézvárosi képviselőtestületnek az érdeme. Sőt? Én igazából nem így fejezem ki, hogy büszke vagyok rá, hanem örülök neki, hogy Ferencvárosnak a hasznára lehetett az az előterjesztés. Például itt én is említhetném a kamera fejlesztése, sőt mi ugye most már lecseréltük a programot, és egy új program van, ami sokkal hatékonyabb és 21. századi, meg az öregeknek ez a riasztási rendszere, ezt is még én hoztam be még az előző ciklusba, ez is sok embernek tud segíteni, és igazából nyitott vagyok mindenre, ami hasznos a ferencvárosi embereknek. Én minden olyan dolgot megmondtam, hogy függetlenül attól, ugye ez a Jobbiknak is magába a parlamentben is ez az elve, hogy nem számít, hogy milyen színű ember vagy párt adja be, hogyha jó és hasznos az a kerületnek, akkor én azt szívesen támogatom. Szuper, egy utolsó kérdésnek dobnám be még így az adás végére, hogy miben látjátok azt, hogy miben lehetne még a legtöbbet fejlődni? Mi az, ami jelenleg nincs olyan jó helyzetben, de mondjuk még ebben az elkövetkezendő két évben, vagy akár átvinni a következő ciklusra, mi az, amiben a legtöbbet kéne még fejlődni? Egyébként nyugodtan beszéltek akár általánosságban is az önkormányzatiságról, tehát hogy mi az, amit a koalíciós önkormányzatok tudnának tenni, de nyugodtan beszéltek akár a saját kerületetekről is. Ugye nyilván a városüzemeltetésekkel, tehát tényleg kerületüzemeltetésekkel, de hát az is nálunk városüzemeltetés, ott minden nap vannak olyan feladatok, amikben lehet fejlődni, tehát köztisztaság, közrend tekintetében folyamatosan lehet fejlődni, ott nem lehet azt mondani, hogy na hát én elértem a csúcsot, és akkor itt abba hagyhatom, hiszen ezek körforgásban vannak. Illetve a zöld tekintetében is folyamatosan lehet fejlődni, ott is mindig lehet találni valami még újabb, még innovatívabb dolgot, hogy minél zöldebb legyen egy kerület. Azt gondolom, hogy még ahol lehetne fejlődni, tehát az nem mindegy, hogy milyen a kormányod. És hogyha mondjuk egy együttműködő
kormányunk lenne. Egy olyan, aki tényleg észreveszi azt, hogy na most például Budapest belvárosában lévő önkormányzatok jelezték azt, hogy tényleg az ottani társasházak nagyon nincsenek jó állapotban. És adott esetben elkülönítenének rá x milliárd forintot, ami egyébként az országos költségvetés tekintetében az tényleg nem egy nagy összegről beszélünk, viszont azt gondolom, hogy ezáltal tényleg egy fejlődést lehetne elérni a házak tekintetében, mert amit én látok, az az, hogy a társasházaink nagyon-nagyon rossz állapotban vannak, arra viszont az önkormányzatainknak nincs elég pénze, hogy ezt önként tudja támogatni azt, hogy például ezek megújuljanak. Hát szerintem mindig lehet hova fejlődni. Első lenne ugye azt, hogy kompromisszum. Hogy meghallgassuk egymást, és ezáltal előrébb tudjunk lépni mindenbe. Például lakhatással lehetne többet foglalkozni. Ugye azt az emberek igénylik, hogy normális körülmények között lakjanak. Például nálunk van egy nagyon rossz rész, az a Koppány utca 3. Ez is benne volt az ígéretben, hogy a Koppány utca 3-at azt le fogják bontani, ki fogják üríteni, és mellette van a Soroksári úton még egy ház, ami ugye a kormánnyal kötött megállapodás szerint itt a stadion építéssel, hogy polgármester asszony kötött egy olyan szerződést, hogy az állam azt a két épületet lefogja, vagy nem, bocsánat. Szóval kötött egy olyan szerződést, amire adnak 1,3 milliárd forintot a kormány, de viszont az önkormányzat vállalja azt, hogy a két épületet kiüríti, vagy lakást ad, vagy pénzt ad, lebontja az épületet, helyreállítja a területet, és utána átnyújtja a kormánynak. Ez a saját számításaim szerint több lesz, mint 1,3 milliárd, szóval az, hogy ne kössünk rossz üzleteket. Ez az első jó dolog. És ezen kívül a városvezetésnek, ami nálunk ugye már 3 emberrel áll, az igenis hallgassa meg a képviselők ötleteit, és valósítsa meg azáltal, hogy tényleg jó legyen az ott élőknek. Jó, köszönöm szépen dr. Beleznai Zsuzsannának, Terézváros állpolgármesterének, hogy eljött. Köszönöm. Illetve köszönöm szépen Szilágyi Zsoltnak is, Ferencváros önkormányzati képviselőjének, hogy eljött, illetve természetesen köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Köszönjük szépen a lehetőséget. Sziasztok! Sziasztok! iTalk Podcast.